Csóka községben élő, nehéz sorsú nagycsaládosokat ajándékoztak meg az MNT közel 60 kg-os élelmiszer csomagjával, ami az alapvető élelmiszerek mellett mákot, babot és narancsot is tartalmazott. Nagyon sokat jelent nekünk ez a csomag, mert nem biztos, hogy megbírtuk volna mindet venni, mivel 4 gyerek van a karácsonyra. És nagyon fognak szerintem örülni neki, mert nem tudják odahaza, hogy jöttem a csomagén. Nagyon sok család él nehéz helyzetben, és minden esetben a legnagyobb gondot a munkanélküliség jelenti. Nem könnyű, egyedül dolgozok, mint kamionsofőr, egy fizetésbű tartom ezt az egészet, és azért csak könnyít az olajliszt, vagy a csomagban, ami van a családnak. Nem kell arra elkülöníteni a pénzt, amit most kaptunk. A legfontosabb viszont az, hogy a nehézségek ellenére is mernek több gyermeket vállalni. A családjában él a nemzet, mondta Paskó Csaba plébános, a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Ezeket a gyerekeket, pontosabban gyerekeken keresztül a családokat megszólítva érezzük mi is a fontosságát, és érezzék ők is azt, hogy mi őket fontosnak tartjuk, szeretnénk ezzel a kis csomaggal egy áldott békés karácsonyt kívánni. A csomagok kiosztása után közös fotózással zárult a csókai találkozó.